Év végére elkészül. Jelenleg a Fényeslitkei elkerülő út pályaszerkezeti és vízépítési munkálatait, valamint a 4-es főúti csomópont és a vasútvonalak fölötti felüljárók építését végzik a szakemberek. Bírja a kánikulát. Közel 2000 hektáron termesztenek csemege kukoricát a keleti régióban. A növény a sok locsolásnak köszönhetően a szárazság ellenére is normális ütemben fejlődik. Smart City. A megyeszékhely jelenlegi állapotának felmérését követően egy adaptációs modellt fejleszt ki egy 96 millió forintos uniós pályázat keretében a Nyíregyházi Főiskola. Az év végére befejeződik a Fényeslitkét elkerülő, a helyi ipari parkot és a 4-es főutat összekötő közel 4 kilométeres útszakasz építése. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nettó 3,6 milliárd forint értékű beruházás költségének 85%-a Európai Uniós támogatás, 15%-a pedig hazai forrás. Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója kérdésünkre elmondta, jelenleg az út pályaszerkezeti és vízépítési munkálatait, valamint a 4-es főúti csomópont és a vasútvonalak fölötti felüljárók építését végzik a szakemberek. Záhonyi és térsége fejlesztését kiemelten kezeli a kormány, mivel az ipar, a kereskedelem és az idegenforgalom szempontjából kulcsfontosságú, hogy a kelet kapujának nagy legyen a logisztikai áteresztő képessége és az ott működő cégek szolgáltatásai vonzóvá tegyék a térséget. Ehhez szükséges a megfelelő úthálózat. A Fényeslitkei elkerülő utat az elmúlt évben kezdték építeni. A Fényeslitke elkerülő új nyomvonalú út 3,8 km hosszú, az északi végén együttágú körforgalommal, ebbe csatlakozik a már korábban elkészült Komorói elkerülő, illetve az ipari logisztikai park két belső útja, valamint a park és a 4-es főút kapcsolatot biztosító útszakasz. Ennek a főúti átkötésnek az érdekessége, hogy ez az új út két híddal keresztül Nyíregyháza Záhony vasúti fővonulat, a Fényeslitkei rendezőpályaudvar iparvágányait, valamint több összekötő és szerviz utat is. Jelenleg az elkerülő út pályaszerkezeti és vízépítési munkái, a 4-es főúti csomópont, valamint a keresztül vasútvonalak fölötti felüljáróknak az építése történik. A kommunikációs igazgató még elmondta, hogy a 2014-20-as uniós ciklusban prioritásként szerepel az úthálózatok fejlesztése, így a következő években további hasonló beruházásokra lehet számítani a térségben. Közel 2000 hektáron termesztenek csemege kukoricát a keleti régióban. A növény a sok locsolásnak köszönhetően a szárazság ellenére is normális ütemben fejlődik. Csütörtökön 6 fajtával ismerkedhettek meg az érdeklődők a csemege kukorica fajta és növényvédelmi technológiai bemutatón a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásán. A növény termesztése iránt az elmúlt években megnőtt az érdeklődés. Az idei tanácskozásra a környék termelőit várták, ahol a csemege kukorica fajtáiról új gyomírtási, valamint tápanyag utánpótlási technikákról hallhattak az érdeklődők. A szabolcsi termőföld általában homoktalaj, ezért fontos a tápanyag bevitel, amelyből azonban a kevés, de a túl sok is káros lehet. Jellemzően nitrogén, foszfor, kálium és cink hiánnyal küzdenek a növények, amit sokszor az őszi alaptrágyázás elmaradása okoz, mondta a szakember. Ez a probléma a tavaszi trágyázással még megmenthető, valamint a vetéskor egy új szert is alkalmazhatnak. Idén azonban a nagy meleg is megterhelő volt a kukorica számára. Ezt a nagy melegedés a szárazság csak úgy bírja, hogy az egész területemet öntözni tudom, és most ez a kukorica is már végig volt öntöző, illetve mivel az egész területet tudom öntözni, így valamivel át lehet hidalni, de egyébként irreális ez a 38 fok körül, tehát a növények nem bírják, különösképpen ez az UV-sugárzás, ami fantasztikus. Az előbb elfelejtettem említeni, hogy még a csemege kukorica fajta salminek most van a bemutatója. A termésre nagy hatással van a száraz meleg. A kukoricasorok között volt, amikor délután 2 órakor 60,5 fokot mértek. A vendégeknek a szántóföldi szemlén 6 fajtát mutattak be, 2 normál édes és 4 szuper édes csemege kukoricát. A csövek jellemzően körülbelül 20 cm hosszúak, de van, amelyik a 24 cm-es nagyságot is eléri.
Gyakorlatilag ugye a kukorica hát nem megkerülhető kultúra Magyarországon, lévén, hogy a kalászos az őszi búza után talán legnagyobb vetésterülettel rendelkezik. Jellemzően 1 millió feletti hektár kerül beállításra a kukoricába. A csemege kukorica ugye már egy szerényebb volument képvisel. Ha jól tudom, Hajdú-Bihar megyében összesen egy olyan 2000 hektár környék, és ugye még a szabolcsi termőterület is beletartozik. Ugyanakkor egy nagyon intenzív kultúra. Az elmúlt évben több nagy cég is nyitott a kertészet felé, itt szintén kiemelkedő szerep jut a kukoricának és a növény gondozásához szükséges termékeknek. Ezen a nyáron az országos tiszti főorvos már negyedszer rendelt el hőségriasztást. Az előrejelzések szerint a kánikula pénteken és szombaton tetőzik, a várható maximumok 33 és 37 Celsius fok között alakulnak. Komoly lehűlés jelei egyelőre nem látszanak, így a szerdán kiadott riasztás meghosszabbítására is számítani lehet. Az ANTS Országos Tiszti Főorvosi Hivatala és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében ismét felhívta a figyelmet a fokozott folyadékbevitelre, arra, hogy kerülni kell a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. A szabadtéren dolgozók, illetve a fesztiválokon szórakozók bő szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen. Ne hagyják a gyermekeket és a házi kedvenceket tűző napon parkoló autóban. A hőségriasztás ideje alatt a MÁV a három budapesti főpályaudvaron, valamint a nagyobb vidéki állomásokon, köztük a Nyíregyházin is ingyen ásványvizet biztosít utasai számára. Hogyan lehet Nyíregyházából Smart City, vagyis egy jól működő digitális város? A megyeszékhely és térsége jelenlegi állapotának felmérése és egy adaptációs modell fejlesztése, ezt vállalta a Nyíregyházi Főiskola. A felsőoktatási intézmény egy új Európai Uniós pályázaton 96,3 millió forint támogatást nyert a projekt megvalósítására. A Smart City jelentése intelligens infokommunikációs város, egy jól működő digitális város. A Nyíregyházi Főiskola ezzel a pályázattal arra vállalkozott, hogy feltérképezze, hogyan is alakítható akár Nyíregyháza, vagy a megye más városa Smart City-vé. Ez egy lehetőség egy kísérletre, amellyel megvizsgálhatják, hogyan válhat egy város digitális okosvárossá. A kormány fog indítani olyan fejlesztési programokat, visszanemtérítendő támogatásokkal, amelyekkel az úgynevezett smart city-ket lehet építeni. Tehát azokat a smart városokat, amelyekben az ott élő polgároknak végül is könnyebb lesz az életük, vagy mondjuk úgy, hogy hatékonyabban tudják az ügyeiket intézni, nagyobb biztonsággal jutnak munkához, nagyobb lehetőségük van arra, hogy saját maguk elképzelt tevékenységével, vállalkozási formában tudjanak kapcsolódni a helyi vagy távolabbi piacokhoz és gazdaságokhoz. A közlekedés szervezésben, a környezetvédelemben, de akár az egészségügyben is jól lehet használni az új, hálózatba kapcsolt infokommunikációs eszközöket. Ez a program lehetővé teszi azt is, hogy a Nyíregyházi Főiskola bekapcsolódjon országos és nemzetközi szinten is ennek a területnek a kutatási folyamataiba, és a főiskolán belül zajló kutatási tevékenységet is bővíti, emellett szélesíti a képzési palettát. Smart City demonstrációs és szimulációs eszközöket is beépítenek az oktatásba. Egy másik hamarosan induló magyar-román pályázat kapcsán is megkeresést kaptunk, hogy ott is érdemes lenne ezt a technológiát továbbvinni, akár határon túli egyetemeken vagy városokon kipróbálni azt a Smart City Pilot modellt, azt a szimulációs modellt, amit itt gyakorlatilag a főiskolán 3-4 hónap alatt igyekszünk felépíteni. A kutatási eredményeket a főiskola mellett hazai és nemzetközi kutatócsoportok hasznosítják majd, települési szinten pedig gazdaság- és térségfejlesztési stratégiáknál is használhatók az eredmények. A most induló 3 hónapos projektre 96,3 millió forintot nyert a Nyíregyházi Főiskola. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy augusztus 8-án szombaton az augusztus 20-ai ünnepi munkarendhez igazodva a NAV adóigazgatóságainak ügyfélszolgálatai és kirendeltségei pénteki nyitvatartás szerint fogadják az ügyfeleket. Ezen a napon a telefonon hívható általános tájékoztató rendszer, valamint az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer is elérhető lesz. Augusztus 21-én pénteken az ügyfélfogadás szünetel.
Motorkerékpárnak szaladt egy gyerek nagy halászban. Szerdán két fiatal az út szélén locsolta egymást a kánikulában az Irinyi és az Árpád utca közötti szakaszon, amikor egy motoros haladt el mellettük. Az egyik gyerek át akart futni az úttesten, közben neki szaladt a motor oldalának. A könnyebben megsérült 6 év körüli gyermeket a mentők kórházba szállították, a helyszínelés idejére az útszakaszt lezárták. A nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. Bruttó 2 forinttal csökkenti a gázolaj és 3 forinttal a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A csökkentéssel a gázolaj literenkénti átlagára 353-354 forintra, a 95-ös benziné 371-372 forintra mérséklődik. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor bruttó 4 forinttal csökkent a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára, a 95-ös benziné nem változott. A benzin literenkénti átlagára tavaly szeptember és idén január között mintegy 100 forinttal csökkent, majd idén július közepéig fokozatosan több mint 70 forinttal emelkedett. Az utóbbi 3 hétben viszont mintegy 20 forinttal ismét csökkent a benzinára. A gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára február eleje óta csaknem 30 forinttal lett magasabb, az utóbbi 3 hétben viszont már több mint 10 forinttal csökkent. Az autósok továbbra is 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. 93 játszóteret ellenőriztek az elmúlt időszakban Nyíregyházán. Az eredményről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdték a felkészülést a Fátum Nyíregyháza röplabdázói. A Kőhalmi Richard által irányított együttes az NB1-es bajnokság és a Magyar Kupa mellett a Challenge Kupában és a Közép-Európai Ligában is pályára lép majd. A bajnokság a válogatott Európa-bajnoki részvétele miatt október közepén kezdődik. 2 aranyéremmel tértek haza a Maros Kupáról a nyíregyházi tekézők. A 6 csapatos marosvásárhelyi nemzetközi tornán az NTK nyerte a csapatversenyt, egyéniben pedig Magyarorsi Péter bizonyult a legjobbnak 611 fás eredménnyel. A szeptember elején esedékes bajnoki rajtig még a szolnoki Tisza Kupán lépnek dobóállásba szlovenszkijék. Ezeknek egy több mint 100 oldalas előírásnak kell megfelelniük, hogy a gyerekek biztonságosan használatba vegyék. Bizonyos játszótereket és eszközöket hetente és havonta is vizsgálnak, de 4 évente kötelezően ellenőrzik az állapotukat. A legtöbb kárt a vandalizmus okozza. Minden játszótér több mint 100 oldalas előírásnak felel meg Nyíregyházán, ami azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek ne sérülhessenek meg. Ezért fontos például az ütéscsillapító talaj, valamint az, hogy a játszótéri eszközök méretei és nehézségi fokozatai a kicsiknek megfelelőek legyenek. A játszóterek ellenőrzését 2 fele kell választani. Van egy úgynevezett üzemeltetői ellenőrzés, ahol az üzemeltetőknek, fenntartóknak hetente, havonta, 3 havonta, évente kell ellenőrizni, és van a kijelölt szervezetek által tartandó időszakos ellenőrzés, ezt pedig 4 évente kötelező elvégeztetni. A játszóterek főleg az időjárás és a vandalizmus veszélyeinek vannak kitéve. A nagyobb problémát utóbbi okozza, az időjárás hatásai a rendszeres karbantartás mellett ugyanis megelőzhetőek. A nyíregyházi játszótereket különböző csoportokba soroljuk, köztéri, óvodai és bölcsődeire. Az elmúlt időszakban végezték el 93 köztéri játszótér felülvizsgálatát, ahol az ellenőrzés napján mindent rendben találtak. Több intézményben azonban játékeszközöket is használnak. Utóbbi időben gyakrabban tapasztaltuk, hogy olyan játékeszközöket vásárolnak meg intézményekbe, amelyek nem minősülnek játszótéri eszköznek. Tehát van egy céljelölésük, de nem minden esetben felelnek meg. Hát erre az üzemeltetőknek jobban rá kell figyelni, tehát el kell különböztetni, hogy játékeszköz, ami otthoni saját célra készül, vagy játszótéri eszköz, amely intézményekben és közterületekben is használható. Fontos tudni, hogy minden játszótéri eszköz a talajhoz rögzített, nem hordozható, így biztonságosabbak és kevésbé balesetveszélyesek a mobil eszközökkel szemben. Elkezdték a felkészülést a Fátum Nyíregyháza röplabdázói. A Kőhalmi Richard által irányított együttes az NB1-es bajnokság és a Magyar Kupa mellett a Challenge Kupában és a Közép-Európai Ligában is pályára lép majd.
A bajnoksága a válogatott Európa-bajnoki részvétele miatt október közepén kezdődik. A legutóbbi szezonban az ötödik helyen végzett a női röplabda NB1-ben a Fátú Nyíregyháza együttese, amely így ősszel kiléphet a nemzetközi porondra is. A vezetők a bajnokságban is az előrelépést tűzték ki célként, éppen ezért igyekeztek megtartani a csapat értékeit. A felkészülést, amelynek első részében a megszokott módon az előnylét megszerzésére helyezi a hangsúlyt a szakmai stáb, mindössze egy hiányzóval, viszont több új játékossal kezdte el a csapat. Gyakorlatilag megpróbáltuk megtartani a tavalyi csapatot. Ezt a Hansperger Panni keresztül húzta, de hál' Istennek sikeres felvételt nyert Budapestre, úgyhogy egyetemi tanulmányait fogja elkezdeni, ő távozik a csapatból. A többiek azonban itt maradnak, kivételt képez most már ugye nem rejtem VKL Erdősné Balog Erikát, aki remélhetőleg most már nem fog visszaállni, és a szakmai stábba is ő, mint technikai vezető és az utánpótlás teljes szakágának a vezetését fogja csinálni, úgyhogy segítem az idei évben Natalia Akimova lesz. Az új játékosokról is ejtenék egy pár szót. Két miskolci kislány sikerült ideigazolnunk. A Kundrák Eszter személyében egy 14 éves, most 8-os kislányról van szó, aki ifjúsági válogatott keretben benne van, nagy reménység, és egy már felnőtt játékos, Sitkei Mariant, aki centerposzton lesz bevethető. A saját utánpótlásunkból pedig Tóth Fruzsinát sikerült libero pozícióba felhoznunk. A 22 esztendő Sitkei Marian 6 év után hagyta el a miskolci csapatot a nyíregyháziak kedvéért. A center tisztában van azzal, hogy edzője mit vár tőle. Azt a teljesítményt, amit eddig is nyújtottam, nem hiába keresett meg engem, de szeretnék, mivel ez egy jobb csapat, nyilván fejlődnöm kell nagyon sokat, és ebben való helytállás szerintem az elsőleges. A tavalyi szezonban a csapatban játszó két légiós, a brazil Ribeiro és a venezuelai Valdez már korábban elkötelezte magát a folytatás mellett, harmadik külföldiként egy Trinidad és Tobagói hölgy érkezhet a csapathoz. A válogatott Európa-bajnoki szereplése miatt csak október közepén kezdődik a bajnokság, addig felkészülési tornákon és közép-európai liga meccseken lendülhet formába Kőhalmi Rihárd együttese, amely a Challenge kupában a szerb Jadismo Stara Pazovával méri majd összetudását. Két aranyéremmel tértek haza a Maros kupáról a nyíregyházi tekézők. A hat csapatos marosvásárhelyi nemzetközi tornán az NTK nyerte a csapatversenyt, egyéniben pedig Magyarorsi Péter bizonyult a legjobbnak 611 fás eredménnyel. A szeptember elején esedékes bajnoki rajtig még a szolnoki Tisza kupán lépnek dobóállásba szlovenszkijék. Már több éves hagyomány, hogy a bajnoki rajt előtt a marosvásárhelyiek meghívásának tesznek eleget a nyíregyházi tekézők. Ezúttal a családi okok miatt távol maradó Hakker Dezső és Finta Zoltán nélkül utazott el a hatcsapatos Maros kupára az NTK, amely a házigazda mellett a szerbiai Magyar Kanizsával és három romániai együttessel mért összetudását. Szlovenszkijék 3246 fás teljesítménnyel megnyerték a csapatversenyt, Magyarorsi Péter pedig egyéniben bizonyult a legjobbnak. Ahhoz képest, hogy minimális edzéssel vettünk részt ezen a versenyen, ugyanis tulajdonképpen két hét felkészüléssel indultunk ennek a tornának, ahhoz képest az eredményünk egy olyan jó közepesnek számít csapatszinten. Egyéni szinten Magyarorsi Péter eredmény az viszont szenzációs 611 fával megnyerte az egyéni versenyt. A Superliga szeptember elején rajtol az eddigi 10 helyet 12 részvevővel. Több csapat jelentősen megerősödött, így minden bizonnyal átrendeződnek majd az erőviszonyok. Most felemelt a szövetség két főre, 12 főre, így nem lesz rájátszás. Ez szerintem jó dolog, csak egyenes ági versenyek lesznek. Szerintem nehezebb lesz most a szezon számunkra is. Az első évben ugye Ózra jártunk vendégségbe, akkor úgy tekintettek ránk, hogy egy kieső jelölt csapat. Bennmaradtunk szerencsére. Tavaly ugye új pályát kaptunk, ez megint egy nehézséget jelentett. Ebben az évben viszont már szerintem készülnek ránk, tehát nehezebb lesz ez a szezon számunkra. Már a sorsolás hivatalosan még nem készült el, a legutóbbi helyezési számokból kiindulva a nyíregyháziak a BKV előre ellen kezdik majd a bajnokságot szeptember elején. Szlovenszkijék a hazai edzések mellett még a szolnoki Tisza kupán csiszolhatják formájukat. Három megyebeli csapat is tovább jutott a labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első köréből. A megyei első osztályú Máté Szalka a Somogy megyei osztálytárs Babócsa otthonában nyert 2-0-ra. A Nagyecsed az NB3-as Reac vendégeként győzött 4-3-ra. A megyei első osztályú Tiszakanyár pedig 1-1-es döntetlen után 11-esekkel 5-4-re múlta felül a harmadosztályú Nyírbátort.
Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer néhány mondatban. Az év végére befejeződik a Fényeslétkét elkerülő, a helyi ipari parkot és a 4-es főutat összekötő közel 4 kilométeres útszakasz építése. A nettó 3,6 milliárd forint értékű beruházás költségének 85%-a Európai Uniós támogatás, 15%-a pedig hazai forrás. Loper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója kérdésünkre elmondta, jelenleg az út pályaszerkezeti és vízépítési munkálatait, valamint a 4-es főúti csomópont és a vasútvonalak fölötti felüljárók építését végzik a szakemberek. Közel 2000 hektáron termesztenek csemege kukoricát a keleti régióban. A növény a sok locsolásnak köszönhetően a szárazság ellenére is normális ütemben fejlődik. Csütörtökön 6 fajtával ismerkedhettek meg az érdeklődők a csemege kukorica fajta és növényvédelmi technológiai bemutatón, a Nébih Gyula tanyai fajta kísérleti állomásán. A növény termesztése iránt az elmúlt években megnőtt az érdeklődés. Hogyan lehet Nyíregyházából Smart City, vagyis egy jól működő digitális város? A megyeszékhely és térsége jelenlegi állapotának felmérése és egy adaptációs modell fejlesztése, ezt vállalta a Nyíregyházi Főiskola. A felsőoktatási intézmény egy új Európai Uniós pályázaton 96,3 millió forint támogatást nyerte a projekt megvalósítására. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. Friss hírekkel péntek este jelentkezünk, híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a kánikula. A Kárpát-medence időjárását anticiklon határozza meg, melyben forró száraz légtömeg helyezkedik el. Estétől a gomoly felhők feloszlanak, és túlnyomóan derült száraz idő valószínű. Az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült napos idővel indul a nap, majd a déli óráktól gomoly felhők képződnek. Kis eséllyel zápor vagy zivatar is előfordulhat. Kis területen akár nagyobb csapadék is hullhat. A keleti szél helyenként megélénkülhet. Délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli és kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő egy hétben forróságra kell számítani. A hétvége derült napos időt hoz, a jövő héten pedig helyenként már kialakulhatnak záporok és zivatarok is. A nagyobb városokban, a vízpartokon trópusi éjszakákra számíthatunk. Napközben pedig több felé 35 foknál is magasabbra emelkedik a hőmérséklet.